Köszönjük szépen a dicsőítő csapatnak is a vezetést Isten imádatában. Jó otthon lenni. Az volt bennem, miközben imádtuk az Urat, hogy valahogy amikor megérkezel Isten jelenlétébe, akkor hazaérsz, és otthonra találsz, és otthon vagy. És ma egy izgalmas témával készültünk, a bolondgazdag történetét fogjuk megnézni, és onnan fogunk kicsit tovább menni, és a megtérésen együtt gondolkodni. Annyit tudnotok kell, hogy ma Ádám beszélt volna, és ez délelőtt derült ki, hogy én leszek, de hiszem, hogy azért is mondtam, az volt az imádságom, nem olyan rég hallgattam valakit prédikálni, és Isten így a szívemre szólt, hogy kit hallgatsz te? És azt éreztem, hogy Isten azt magyarázza, hogy lehet úgy egy tanítást hallgatni, hogy a személyre vagy kíváncsi, és benne bízol, hogy milyen jó prédikátor. És ez vakvágány. De ha hallgatod Isten igéjét, és bízol a Szent Szellembe, mint jó magyarázó, akkor Isten fog számodra kijelentést adni. Szóval tudom, hogy vagytok itt többen az IFI táborból, ahol már ennek egy részéről beszéltem, mert ez az a téma, ami mostanában foglalkoztat engem, és ez az, ami azt gondolom, hogy nagyon jó lesz így szeptember elejére elindulni, egy abszolút alapozó témát hoztam, egy olyan alapot, amit, hogyha nem értünk meg az életünkben, akkor nem fog arra tudni semmi épülni, mert meg fog rázódni az az épület, és akkor sajnos össze fog dőlni. De hiszem, hogy ma Isten szeretne a szívünkhöz szólni, és hiszem, hogy szeretne minket meggyőzni olyan dolgokról, amiről csak ő tud. És a Lukács evangéliumából fogunk olvasni, majd a 12. fejezetből, és Jézusnak az egyik példázatát fogjuk meghallgatni, és egy olyan történetet, ahol úgy kezdődik az első igevers ebben a fejezetben, hogy egyszer több ezren gyűltek össze Jézus körül, olyan sokan voltak, hogy majdnem letaposták egymást. Na hát ezt képzeljétek el, most azért nem vagyunk több ezren ebbe a terembe, de már ez is néha így soknak tűnik. Azt képzeljétek el, hogy semmi mikrofon, semmilyen erősítés, meg semmi, és Jézus előtt több ezren ott vannak, és annyira sokan vannak, hogy letapossák majdnem egymást, így fogalmaz a Biblia. És nyilván Jézus tanítja őket olyan dolgokról, ami az ő életüknek a kulcsa lehet. Gondoljatok bele, hogy körülbelül Jézus 3 évet szolgált, tanított, imádkozott az emberekért, és folyamatosan át akarta adni azokat a kulcsokat, amik különösen fontosak az életükre, és így nekünk is az életünkre. És egy ilyen történethez fogunk oda menni, és ki is van vetítve, de olvasom hangosan is. 13. verstől. A tömegből valaki így kiáltott Jézusnak: Mester, parancsold meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. Jézus így válaszolt neki: Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bíráskodjak közöttetek, vagy elosszam az örökségeteket? Majd az emberekhez fordulva ezt mondta: Vigyázzatok és kerüljétek a kapzsiságot, mert az ember élete nem a vagyonától függ, akármilyen gazdag is. Ezután egy példázatot mondott nekik. Volt egy gazdag ember, akinek a birtoka bőséges termést hozott. Azon töprengett, hová tegye a sok termést, mert nem volt elég nagy raktára. Végül így határozott: Lebontom raktáraimat, és nagyobbakat építek a sok gabona, meg a többi termény számára. Akkor majd így szólok a lelkemhez: Látod, lelkem, sok évre elegendő vagyonod, és gazdagságod van. Egyél, igyál hát, és élvezd az életet. De Isten megszólította: Milyen ostoba vagy, még ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor, amit összegyűjtöttél? Így jár az, aki csak magának gyűjt kincseket, és nem Isten mértéke szerint gazdag. Egy izgalmas történetet, és kezdjük is el ezt az elejéről. Ugye gondoljunk bele még egyszer, azért is mondtam, hogy ott van több ezer ember Jézus körül, és hát Jézus tanítja őket, szolgál feléjük, és egyszer csak a tömegből van egy bátor emberünk. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nekem azért biztos para lenne, hogy ott van Jézus, nagy tanító, és több ezer ember közül így csak így valaki bekiabál, hogy Mester, parancsold meg a testvéremnek, hogy
ossza meg velem az örökségét. Kicsit fura is, nem? Legalábbis nekem, amikor először olvastam, akkor most így miért van az, hogy Jézus pont ezt mondja, vagy ez az ember ezt kiabálja be, olyan sajátos problémának tűnik, és utána Jézus pedig egy nagyon érdekesen válaszol. De mégis értsük meg azt, hogy Jézus ott van, csomó csodát tesz, már sokan felismerték azt, hogy ő az ember fia, vagy lehet, hogy ő a mesiás, és ennek az embernek, aki megszólítja, úgy szólítja meg, hogy mester. Mester vagy rabbi az eredetiben. Ugye azok voltak a tanítók, zsidó vezetők, akik amúgy egy ilyen problémára, mint amire ez az embernek szüksége volt, hogy megoldása legyen, egy ilyen örökösödési kérdést, ezt egy ilyen rabbinak kellett volna megoldania. És valószínűleg ennek az embernek a szívén a legnagyobb problémája az ez volt. Nem tudom, hogy jöttetek ide, és csak egy költői kérdés, nem kell hangosan válaszolni. Van-e olyan probléma a szíveden, ami miatt most bekiabálnál Jézushoz? Ami úgy nyom, vagy esetleg évek óta nyom, vagy már akár nem ismered újra elmondani Istennek, vagy nem mersz így Jézus felé közelíteni. És ez az ember ezt a gátat leküzdi, és bekiabál. És azt mondja, hogy mester, itt van ez a feladat, itt van ez, amire nekem szükségem van, és kérlek segíts. És nagyon érdekes az, hogy Jézus hogyan válaszol, vagy hogyan egyáltalán válaszol. Hogyha megnézitek, hogy mi az, amit kér, körülbelül így elutasítja ezt az embert. Azt mondja, hogy ez nem én leszek az az ember, én nem vagyok erre felhatalmazva, arra, hogy ebben neked segítséget adjak, vagy választ adjak. És nem tudom, hogy ti voltatok-e úgy már, hogy kiáltottatok Jézushoz egy problémával. Volt egy olyan kérdés az életedben, amiben vezetést szerettél volna kapni, vagy azt érezted, hogy most ez a dolog téged nagyon lenyom, és nem kaptál rá választ. Azt érezted, hogy csönd van, azt érezted, hogy Jézus sehol, azt érezted, hogy már egyedül maradtál, hogy téged már nem szeret, vagy te vagy az az utolsó ember, akinek esetleg Jézus szólna, esetleg az vagy, hogy itt vagy a gyülibe, itt vagy a gyülekezetbe, beszélsz más emberekkel, és látod, hogy az az ember, aki feltett kézzel dicsőít, aki úgy nagyon átérzi, hogy itt van Isten jelenléte, érzi Isten szeretetét, te meg ülsz, és búskomoran ülsz, és nem érted, hogy a másik mit érez, vagy miről szól. És tudom, hogy vagytok itt olyanok, mert beszélgetek veletek, és tudom, hogy vannak, akik ezt nem érzik. Vagy az van, hogy évek óta imádkozol egy társért, egy barátért, egy barátnőért, és azt látod, hogy pont a legjobb barátodnak ez sikerül, ő is imádkozott, neki Isten megválaszolta a kérdéseit, neked meg nem. Vagy az van, hogy van egy fizikai betegséged, éppen hála Istennek tudunk bizonyságokat mondani, hogy a múlt héten is Isten gyógyított meg közöttünk is embereket, őszintén kiáltottunk azért, hogy gyógyítson meg azt az embert, meggyógyította, ezt pedig engem pedig nem. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, az én életemben biztosan kísértés néha, hogyha nagyon szeretnék valamit, valami nagyon a szívemen van, és ez tényleg bármi lehet, egy autó, egy ház, egy barát, egy kapcsolat helyreállása, a gyerekeddel való kapcsolat, nem tudom, bármi. Kiáltasz Isten felé, és nem úgy, nem válaszol, vagy csönd van, nem is hallod egyáltalán Istent. És nem tudom, hogy bennetek van-e, de néha bennem vannak ilyen kérdések, hogy hát akkor hol vagy Istenem? Tehát a Balázsik énekeltek arról a fantasztikus ígéretről, hogy Isten karja mozdul, Isten erős, feltámadt, legyőzte a sírt, újra él, mindenre képes, és valahogy ebbe én vagy te sajnos nem kerülünk bele, vagy nálunk ez nem úgy sikerül, és van bennünk egy csalódás. És gondoljunk bele abba is, hogy itt van ez az emberünk, és az van, hogy kiállt őszintén Jézushoz, akár te is hozod az ilyen témáidat régóta Istenhez, vagy Jézushoz, és nem kapsz választ. Látszólag nem kapsz választ. És hogy tudjuk azt, és talán te is tudod, és én is tudom azt, hogy Jézus szeret engem.
Jézus itt van mellettem, Jézusnak fontos vagyok, tudjuk agyban az összes jó választ, de van, amikor ezt nem tapasztaljuk. És itt van egy ilyen helyzet, hogy meggyőződésem, hogy Jézus szereti ezt az embert, és Jézus a legjobbat akarja ennek az embernek. Vajon akkor ennek az embernek nem az lett volna a legjobb, hogyha Jézus megfogja és megoldja a problémáját? Képes lett volna rá Jézus? Igen, rabbiként elfogadták volna, valószínűleg azért kiabáltak neki, de valahogy Jézus azt mondja neki, hogy nem. Nem én leszek az, aki megoldja. És lehet, hogy van valami a szívünkön, amit mi azt gondoljuk, hogy ez a legfontosabb, ez az, amit nekem most minden áron meg kell oldani a Jézusnak az életemben, de lehet, hogy Jézus téged jobban szeret azért, hogy ebben lépjen előre. És lehet, hogy amiből neked most éppen problémád van, amiért éppen kiáltasz Jézushoz, Jézus azt mondja, hogy álljunk meg. Itt van, kiáltasz hozzám, nem felejtettelek el, szeretlek téged. De most álljunk meg, és lépjünk egy lépést hátra. És igazából ez az, ami itt történik ebben a történetben, hogy ez az ember kiállt a teljes szívéből több ezer ember előtt Jézushoz, és Jézus nem válaszol neki, mert Jézusnak jobb terve van, Jézus tudja, hogy annak az embernek mire van igazán szüksége, és Jézus hátralép, és azt mondja, hogy gyere, itt van ez a kérdésed, de most megnézzük, hogy mi az, amire igazán szükséged van. Valami mélyebb problémára akar rámutatni Jézus, és szeretném, hogy ezt mindig a gondolatainkban tartsuk. Hogy sok probléma az életünkben csak valaminek a gyümölcse. És amikor mi nagyon-nagyon ragaszkodunk bizonyos területekhez az életünkbe, és nincsen abban előrelépés, hiába imádkozunk, hiába megyünk előre, lehet, hogy meg kell állnod, és meg kell értened, hogy Jézus valami nagyobbat akar mutatni. Ha teljes a csönd, ha teljesen nincsen válaszod, akkor lehet, hogy nem azért kell újra és újra kiáltanod, hanem meg kell állnod, és hátra kell lépned, és meg kell hallanod, hogy Jézus milyen témát akar behozni az életedbe. Hogy mi az, amire neked igazán szükséged van. Hogy mi az, amit ő igazán tanítani akar neked. És lehet, hogy Jézus nem csak ezzel az egy problémával fog kezdeni valamit az életedben, hanem hátrébb fog lépni, és meg fog valami mélyebb dolgot mutatni. És így folytatja Jézus, vigyázzatok, tartózkodjatok minden kapzsiságtól, mert senkinek sem abból támad az élete, amiből feleslegesen sokja van, nem a vagyon adja az életet. Hogyan kezdődik? Azt mondja, hogy vigyázzatok és tartózkodjatok. Ez egy folyamatos jelen időben van, azt mondja, hogy te folyamatosan vigyázz és tartózkodj valamire. Valamiben folyamatosan vizsgáld a szívedet, hogy mi van a szívedben. És ez pedig nem más, amit itt mond, a kapzsiságra. És nagyon érdekes, hogy gondolkodtam, hogy mi az a kapzsiság, és ilyenkor mindig meg szoktam nézni a értelmező szótárt, hát a segít. Azt írja, hogy mindenáron igyekszik valamire, megpróbál magának megszerezni, és itt jön a kulcs szó, ami engem nagyon megfogott, és ez van a szíve központjában. Valami van a szíved középpontjában, ami nem az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy itt van ez az ember, valós szükségben, szeretlek téged, akarok neked segíteni, tényleg én vagyok a messiás, én vagyok a rabbi, de van valami, ami nem jó. És Jézus használja ezt az egész környezetet arra, hogy mindenkit tanítson ebben a helyzetben. És látjátok, ha Jézus megadta volna ennek az embernek azt, hogy rendezi ezt a pénzügyi problémát az életébe, ez az ember az életben nem változik meg, és ugyanolyan kapzsi marad. Ehelyett Jézus nem azt csinálta, hogy megadta neki, amit ő mindenképpen ki akart brusztolni magának, hanem megtanította arra, hogy mi az, ami az igazi probléma az életébe. És az a jó, hogy amikor úgy vagyunk, hogy kétségbe vagyunk esve, kérdéseink vannak, nem tudjuk hogyan tovább, azt hallod, hogy csönd van, Jézus nem válaszol, pedig imádkozol, akkor állj meg és merd hallgatni Jézust. És az én tapasztalatom az, hogy fel fog hozni másik területeket az életedbe. Lehet azt fogja mondani, hogy ne küzdjél, hanem térd meg a kapzsiságból. Neked a legnagyobb problémád nem az, hogy örökösödési problémád van, hanem az, hogy mi van a szívedben. És ez az ember azt hitte, hogy ettől lesz jó élete. Azt hitte, hogy a vagyon adja az életét.
És itt van a legfőbb probléma, amiről ma kell, hogy beszéljünk, hogy mi az, amiben azt gondolod, hogy az életet adja. És az a szó, ami az élet, ez nem az a fizikai élet, amit meghalsz, és akkor vége van, hanem egy olyan élet, ami a teljes élet, amiben azt érzed, hogy a helyemen vagyok, ahol azt érzed, hogy teljes életem van, be van töltve minden jóval, ami teljes, és megelégít téged. És utána elmondja Jézus ezt a példázatot, ezen még gyorsan átmegyünk. Ezután egy példázatot mondott nekik. Volt egy gazdag ember, akinek birtoka bőséges termést hozott. Azután töprengett, hová tegye a sok termést, mert nem volt elég nagy raktára. Végül így határozott. Lebontom raktáraimat, és nagyobbakat építek a sok gabona, meg a többi termén számára. Akkor majd így szólok a lelkemhez. Látod, lelkem, sok évre elegendő vagyonod is gazdagságod van. Egyél, így áll hát, és élvezd az életet. De Isten megszólította. Milyen ostoba vagy, még ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor, amit összegyűjtöttél. Van itt egy emberünk, akit a bolond gazdagnak hív ez a történet, aki egy jól menő vállalkozó. Akivel az történik, hogy van munkája, bőséges termés van, a köztünk is lehet ilyen, hála Istennek, akinek jó termés van, növekszik a gazdasága, a gazdagsága is, és a vállalkozása is, aztán nyilván már annyi mindene van, hogy vesz nagyobb lakást, nagyobb kocsit, elférnek a gyerekek, még többet tudok utazni, befektetem, és akkor körülbelül elér 50-60 éves korába, vagy esetleg 70, jön a nyugdíj, hát most már megnyugodhatok. Kerestem elég pénzt, akkor most már tudok az unokáimmal foglalkozni, élhetem az életemet, és most már csak így megnyugszom. És az az igazság, hogy egy olyan képet festettem le, ami ma a világban az álomélet. Bármelyik nem hívő csoportársamat megkérdezném, vagy ti is bementek a munkahelyre, meggyőződésem, ezzel fogtok találkozni. Ha 20 és 30 között vagy, akkor autóra és házra gyűjtesz. Ha valakinek elérte a házat, akkor még nagyobb házat, hogyha már megvan a nagyobb ház, akkor még jobb autót, és akkor utána ennyi pénzt, és utána meg azon megy a versengés, hogy ki utazott jobb helyre, és ki nem. És van egy ilyen világi szellemiség, ami arról szól, hogy neked le kell tenned, el kell érned, oda kell érned, meg kell legyen, hogy vegyen házad, és mindened, és arról beszél a Biblia, hogy ez teljesen értéktelen. Azt mondja, hogy az a modell, amit ma a világban amúgy tapasztunk, az bolondság, és az az ember, aki ezt követi, az bolond. És nagyon érdekes, hogy mi az, amit a végén mond, hogy így jár az, aki csak magának gyűjt kincseket, és nem Isten mértéke szerint gazdag. Az a kérdés, hogy mi van a szívedbe, és ki van a szívedbe. És tegyük föl őszintén a kérdést. Mi az a cél, ami most ott van a szívedbe? Mi az, ami téged igazán mozgat? Mi az, amit most el akarsz érni? Mi az, amiért bejársz dolgozni? Mi az, amiért küzdesz? És ez egy világi dolog, egy lakásház, önmagában nem rossz dolgok. De az a kérdés, hogy mi van a szíved középpontjába? És azt mondja Jézus, hogy az a baj, hogy ez az ember magának gyűjtött kincset, és az ő szívében ő volt a középpontban. Azonban Isten és az evangélium teljesen másról beszél. A Biblia arról azt mondja, hogy Isten teremtett téged, nem az önmagadé vagy. Nem lehet a te trónodon, a te középpontodban önmagad. Ha a karriered, ha az elért dolgok, ha a pénz, ha a család, ha bármi más, ami az életed középpontjában van, és az nem Isten, akkor az nem jó. És amiért erről a témáról igazán akartam beszélni, az, hogy az elmúlt hetekben nagyon érdekes, hogy valahogy Isten, ahogy szolgálunk, mindig hoz olyan témákat elő, szolgálat közben is, amiben hiszem, hogy meg akar minket tanítani, hogy hogyan tudjunk még hatékonyabban mozogni Isten országába, és a mi életünk is hogyan legyen minél közelebb Istenhez. És felismertem egy mintát a szolgálataim közben, hogy sok olyan emberrel találkoztam, aki egy azt érzi, hogy Isten nincs közel, hiába próbálja keresni az akaratát,
nem találja Isten akaratát, vagy nem hallja Istent. Ráadásul azt érzi, hogy amiről mások beszélnek, hogy Istennel való közösség, csendesség, Istennel időt töltök menne, az igazából nála tök üres, és nincsen telve az életnek a szellemével, azzal a teljes élettel, ami igazán kéne. És azt szeretném veletek megnézni, hogy mi az, ami a Biblia szerint fog neked olyan életet hozni, ami több, mint a világ gazdagsága. És mi az a dolog, amihez teljes meggyőződésem, hogy vissza kell ilyenkor lépned. Sok emberrel gondolkoztunk, hogy biztos valami okkultizmus van a háttérben, valami szellemi erő, amitől nem tudja hallani Istent, vagy nem akarja eléggé, vagy biztos valami másik probléma van. De Isten az elmúlt hetekben visszavezetett ugyanarra az igazi problémára, az, hogy az ember életében nem volt valós megtérés. És azokról az emberekről, nem azokról az emberekről beszélek, akikkel az utcán találkozunk, mert ott is probléma. Akiket én lelki gondoztam, ők 10-15-20 éve gyülekezetben ülő, jó gyülekezetben ülő tesók voltak. És azt szeretném veletek megnézni, hogy nézzük meg, hogy mi a mi életünk alapja, mi az a dolog, amihez először kell visszamenni, és megvizsgálni, hogy az rendben van-e az életünkben. És nézzük meg, hogy mi is lehet az a megtérés, amihez mindenképpen meg kell értenünk, hogy az életünk teljes lehessen. Márk 1.14.15. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Jézus elmegy, és hirdeti, hogy itt van Isten országa. Ez az, amire te is, meg én is el vagyok hívva. És két dolgot mond. Azt mondja, hogy térjetek meg, és higgyetek. Tudjátok, sokszor, akik ilyen gyülekezetben felnőttünk, azt gondoljuk, hogy a megtérés az az, hogy elhiszem, hogy Isten él. Vagy ha kimentek az utcára, most már csináltunk is egy ilyen mémet valaki, hogy kimegyünk evangelizálni, mostanában elég sokat, és akkor megkérdezzük az embereket, hogy ismered Jézus Krisztust, és akkor én hiszek az Istenbe. És ez nagyon jó, ez óriási jó alap, csak az ördögök is hisznek Istenben, azt mondja a Biblia. Tehát azt mondja ez az ige, hogy két dologra figyelj, a megtérés és a hit Istenben az nem ugyanaz. Azt mondja, hogy higgyél és térjél meg. Nézzünk még egy igét. Így szólt nekik, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében mit? A megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Sokszor azt hiszük, hogyha az életünkbe egyszer elmondtuk Istennek a bűneinket, akkor mi megtértünk. De ez az ige megint szétszedi, azt mondja, hogy a megtérés és a bűnbocsánat az megint különböző dolog. És még egy igét hoztam, és mindjárt utána összefoglalom, és megnézzük, hogy mi az a megtérést. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is. Miről? Az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. Megint melyik két dolog jött ki? Az Istenhez való megtérés, és a Jézusban való hit. És hogyha megnézzük ezeket az igéket, három dolgot meg fogunk látni, amit szeretném, hogy most így bevéssünk az agyunkba, és bárkivel, akivel Jézus Krisztusról beszélünk, vagy hogyha úgy vagy itt, hogy még nem vagy az Úr Jézus Krisztusé, vagy nem vagy benne biztos, akkor ezt a dolgot meg kell értened, hogy ez mit jelent az életünkbe. Az Istennelhez való megtérést, a hitet az Úr Jézus Krisztusban, és a bűnbocsánatot. Ez a három muszáj, hogy az életünknek az alapja legyen, és ez legyen az első mozzanata az életünknek, amin át kell, hogy menjünk. Nézzük meg, hogy mi az a megtérés. Talán többen tudjátok, hogy a megtérés szónak az eredeti szava az a metanoia. És két fő dolgot jelent. Az egyik az az, hogy megyek az egyik irányba, de onnan megfordulok 180 fokot, és elindulok a másik irányba. Mentem az én elképzelésem szerint, mentem egy bizonyos irányba,
És általában az emberek akkor fordulnak meg, amikor rájönnek, hogy a saját irányuk az üres. A saját irányod egy idő után nem elég jó, a saját irányba azt, amit gondoltad, hogy jó életed lesz, nem kaptad meg, ezért megfordulok, oda térek az Istenhez, és vele együtt megyek az ő irányába. Ez az egyik része. A másik része a megtérésnek pedig az, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat. Na ez egy izgalmas téma, és ez az, amit azt gondolom, hogy nagyon kevesen értünk meg, és ez az, amit nagyon szeretném, hogyha ti ma megértenétek. Az van, hogy felnőttél egy bizonyos gondolkodással, van egy elgondolásod életről, Jézusról, a hitről, a vele való járásról, az, hogy kell-e Szent Szellemről beszélni, vagy nem, vagy a dicsőítés miről szól, vagy nem, vagy Jézus halála miről szól, vagy nem, vagy vannak-e démonok, vagy nincsenek, vagy lehet generációs átok valakinek az életében, vagy nem. Vannak erről elképzeléseid, lehet, hogy meg se fogalmaztad magadnak, de vannak benned ilyen dolgok. És azt mondja Jézus, hogy van egy elgondolásod, ahogyan te éled az életedet, amiben nagyon benne van az, amit a világ próbál neked elmondani. Hogy olyan célok legyenek az életedben, amik amúgy nem Istentől vannak elsősorban a középpontban. Akár a pénz, akár a karrier, akár ez a nagy jólét és minden. Ezek mind ráadásként ott lehetnek, de nem lehetnek a célban. Tehát van egy ilyen elgondolásod, ami ezt, ha be fogsz térni Isten országába, ha meg akarsz térni, akkor azt le kell tenned, ami a sajátod, és azt mondani, hogy mindegy, hogy én eddig mit gondoltam, mindegy, hogy nekem hogy volt kényelmes, mindegy, hogy mitől félek, vagy mitől nem félek, azt le kell tennem, és át kell változtatnom a gondolkodásomat arra, ahogyan Jézus gondolkodik, ahogyan a Biblia írja, ami amúgy abszolút nem kényelmes. Nem tudom neked azt mondani, hogy a megtérésben, a Jézussal való járásodban minden kényelmes lesz. Hogy nem kell áttörni gátakat, hogy nem kell legyőzned a félelmedet, hogy nem kell kilépned hitben, hogy lesz olyan, hogy semmit nem fogsz látni, csak azt fogod tudni, hogy él az Isten, és ő az, aki segít. És azt mondja, hogy le kell tenned ezeket, azt kell csinálnod, hogy mindent, amit én elgondoltam, ami én voltam, ami rólam szólt, ugyanúgy, mint a gazdag embernek is ezt kellett volna, azt le kell tennem. A céljaimat, az elképzelésemet, ahogy én élni akarom az életemet, ami nekem fontos, azt le kell tennem, meg kell fordulnom, és azt mondani, hogy most már csak azt akarom, amit te akarsz, Úr Jézus Krisztus. És az az igazság, hogy ez az, amit nagyon sokan nem teszünk meg. Az az igazság, hogy akikkel most én szolgálok, és a saját életemet is figyelembe veszem, ezt a két dolgot, vagy egyiket, másikat csinálom, de igazából meg kellett értenem, hogy hogy tudom mind a kettőt egyszerre. Legutóbb szolgáltam valaki felé, ugyanaz volt, nem hallotta annyira Istent, nem tudta, hogy miért nem működik a hívő élet az életében, beszélgettünk, és miközben beszélgettünk, eljutottunk odáig, hogy az ő életébe az nem történt meg igazán, hogy igazán átadta volna a kulcsokat, a vezetést Jézus Krisztusnak, pedig ő azt hitte, hogy megtette. Tudjátok, hogy mi történt az életébe? Ő egy iszonyat jó hívő srác volt, ott volt a gyülibe, ha bárkire rá kellett bízni valamit, ő volt az első, aki szolgált, ő volt az, aki mindig segített, és egy tök minta srác volt, már valamilyen szinten vezetővé akarták tenni a gyülekezetben. És az volt, hogy jött, hogy fú, én ezt nem érzem, és nem működik az életemben. És képzeljétek el, még kérdezgette is Isten bizonyos kérdésekben az életébe, de nem hallott választ, ezért mindig döntött úgy, ahogy ő akart. És rájött, hogy neki a legnagyobb gátja annak, hogy a valós megtérés eljöjjön az életébe, az az volt, hogy ő az intellektualitását, ahogyan ő gondolkodott, ahogyan elgondolta, hogy Jézusnak működnie kell az életébe, az emberi logika annyira erős volt nála, hogy ő soha az életben nem tette le az emberi logikáját, azt, hogy Isten beszélhet a Szent Szellemen keresztül, vagy nem olyan módon, hogy csak az ige, vagy csak így logikus gondolkodásban, nem tette le az ő elképzeléseit. És tudjátok, mit fogalmazott meg, amit innentől mindig használni fogok? Azt mondta, hogy úgy éltem az életemet, hogy azt hittem, hogy én Jézust követem, de nem én követtem Jézust, hanem én irányítottam Jézust. Azt mondta, hogy olyan volt, mint egy talicska,
amiben a talicskába kipárnázta a talicskát. Figyeljetek, az a srác olyan szent életet élt, mert megtanulta a Gyülibe, hogyha betartja Istennek a törvényszerűségeit, az áldást hoz az életébe, és tudta, hogy nem akar Isten haragja előtt lenni. Ezért olyan szent életet élt, mint valószínűleg én sem biztos, hogy éltem annyira fegyelmezett életet, mint ő. De a sráccal nem az volt a probléma, hogy nem változtatta meg a cselekedeteit, hanem igazán az irányítást nem adta át a gondolkodásának. És azt mondta, hogy azt hittem, hogy én Jézust követem, de igazából csak annyi történt, hogy beültettem a talicskába Jézust magam elé, és én toltam. Végül is Jézus előttem volt, de én irányítottam az egész talicskát. És lehetünk így az életünkbe, hogy tök jó, csináljuk a vallásos cselekedeteket, tudjuk, eljövünk Gyülibe, tudjuk, hogy amúgy Isten mit akar, meg egy kicsit így becsöpögtetünk oldalról, de az, amit én igazán akarok, azt nem engedem el. És képzeljétek el, mi történt. Ez a srác észrevette, és valós bűnbánatra tért. Imádkoztunk, lerakta az életét, és Isten újjászülte, és elindult egy új élet az életébe. És képzeljétek el, mi történt. Hallotta Isten hangját. Elkezdett működni, amikor valósággal imádkozott, elkezdte hallani Isten vezetését. Amikor megalázta magát, letette a gondolkozását, letette az elvárásait, a saját irányt, Isten elkezdett működni az életébe. És működik ma is. És ezt akarom nagyon rátok bízni, hogy értsük meg, hogy te is lehetsz úgy, hogy soha nem adtad át igazán az irányítást Istennek. Ülhetsz úgy gyülekezetbe, úgy csinálhatod a hívő életedet úgy, hogy kívülről úgy látszik, hogy te vagy a legszentebb ember, és legtöbbször magunk se vesszük észre, hogy nem adtuk át az irányítást igazán Istennek. És lehet, hogy úgy éled az életedet, hogy tologatod a talicskát, és mégis Jézus előtted van, meg ha kívülről nézik, akkor lehet, hogy Jézus előtted van. De aki irányít, akinek a gondolatai meghatározóak, az nem az Úr Jézus Krisztus, hanem a tiéd. És tudnék nektek most több ilyen példát mondani. Volt olyan testvérem, akivel meg az volt, hogy képzeljétek el, ő is hitt, nem tudom mióta gyülekezetbe járt, mondta, hogy még bűnt is vallott, tehát lerakta a bűneit meg mindent, és nem működött az Istennel való közössége. És mondta, hogy kicsit kritikus voltam, hát én nem értettem ezeket a karizmatikus dolgokat, meg ilyesmi. Most nem a karizmatikus, nem karizmatikusra akarom kélezni, nehogy félreértsétek. Csak annyi volt, hogy megvolt egy elképzelés, hogy hogy kell hívő életet élni. És ugyanez volt a probléma. Nem hallom, távol vagyok, stresszes vagyok, messze vagyok Istentől. Megint elkezdtünk, mondom, milyen gyökerek lehetnek, tudjátok, a lelki gondozó, és utána megint oda jutottunk vissza. Tök jó, megvallotta a bűneit, lerakott bűnöket. Hitt az Úr Jézus Krisztusban, ugye erről beszéltünk, de nem adta át az életét az Úr Jézus Krisztusnak. És mi történt? Rájött, hogy meg kell térnie, és megtért, újjászületett, és az Istennel való közösség elkezdett működni. Nem felejtem el, amikor egy héttel azután találkoztunk, és elkezdtem mesélni, hogy teljesen megváltozott az élete. Teljesen megváltozott. Az, amit csak előtte látott, hogy másoknál működik, és nem értette, hogy nálam miért nem működik, meg tudott térni valósággal, és teljesen átformálódott az élete. Én nem azt mondom, hogy csak ez lehet valaminek a gyökere, hogyha nem hallod Istent, vagy távol vagy tőle. De azt látom, hogy vagy az történt, hogy soha nem tértél meg igazán, vagy aztán hagytad, hogy bálványok felnövekedjenek az életedben, és ott legyenek, és nem Jézus diktálta az ütemet, hogy mi lehet az életedben, meg mi nem, hanem te kezdted el a te akaratodat csinálni az életedben. Ez nagyon-nagyon gyakori. És ez az, amire mindenkit bátorítanék, hogy egyet lépjünk vissza. És hogyha esetleg úgy vagy ma itt, hogy ezt te soha nem tetted meg, vagy nem vagy benne biztos, hogy megtetted, akkor ma itt van a lehetőség. Ma itt van a lehetőség, hogy lerakjuk. Hogy lerakjuk Isten elé az arcunkat, az elképzelésünket, a gondolkozásunkat, és megtérjünk. És azt mondjuk, hogy mit akarsz Istenem? Ez legyen az első kérdés. Mi a te célod? Te legyél a középpontban az életemben. És van egy nagyon-nagyon jó hírem. Megtérni nem tudsz önmagadtól. És most már az elmúlt időszakban ezt nagyon sokszor használom. Hála Istennek elég sok ember tért meg mostanában körülöttünk, és látom, hogy működik,
hogy nem tudsz magadtól megtérni. Az, hogy a megtérés amúgy egy döntéssel indul. Csak a Bibliában az akaratról, többféle akaratról beszél a Biblia. Van az emberi akaratod, ami itt van a fejben. Volt már nektek olyan dolgotok, hogy tudtátok, hogy nem kellett volna csinálni itt fejbe, de szívbe éreztétek, hogy ez nem működik. Hogy én másfelé fogok menni, mert hiába tudom, hogy itt nem jó, a szívemben egy másik akarat működik, ami meg az ellentétébe visz. És a Biblia beszél erről, hogy van a szívben, a szellemünknek a legmélyén egy másik akarat. És a megtérés nem csak annyi, hogy te itt agyban eldöntöd, és logikusan kiszámolod, hogy megtérsz, hanem az igazi megtérés a Biblia szerint az, amikor a Szent Szellem meghív téged a szívedben. Nem tudsz Szent Szellem munkája nélkül megtérni, mert a Szent Szellem lesz az, akire te esetleg kinyithatod a szívedet, és amikor a Szent Szellem megérint téged belülről, és itt vagyunk, ezért jövünk ide, ezért vagyunk Isten jelenlétébe, ezért olvasok otthon az igét, hogy legyen olyan találkozásunk az Istennel, amikor tudom, hogy ma van a napja, mert belül a szívembe érzem, hogy a Szent Szellem hív. És ez már rég nem egy logikus döntés lesz, nem csak egy akarati döntés lesz, hanem a szívembe engedek annak az erőnek. És akkor térd meg ma, akkor mondj igent Istennek, ha a szívedbe érzed, hogy Isten hív ma engem. Isten hív ma engem, hogy tegyek le valamit, hogy változzak meg, hogy tegyem le az akaratomat, amit már évek óta bukdácsolok, megyek a saját fejem után, azt végre tegyem le. Na ekkor lehet igazán megtérni. És lehet, miközben készültem, azt éreztem, hogy van az életetekben olyan bálvány, amit tudjátok, hogy le kéne tenni, évek óta innen fejben döntötök. És utána mi történik? Újra visszajön. Mert a szíved nem tudott megváltozni. A szívnek az akaratának kell megváltozni. És tudjátok, ez az, amit Isten nagyon tanít nekem az elmúlt két évben, hogy régen minden áron meg akartam változni, úgyhogy ha beledöglök is megváltozik, és máshogy fogom csinálni, és emberi erőből, testi erőből, innen fejből elkezdtem én megpróbálni megváltoztatni az életemet. És tudjátok, nem csak nektek vannak necces kérdések, nekem is van. Nekem az egyik olyan dolog, amire Isten most felhívta a figyelmemet, hogy mi az, amit a szabadidőmbe, kikapcsolásba beengedek az életembe. És mondta, hogy a Netflix nem fog beleférni. Nem az, ez saját, ne hasonlítsuk össze egymást. Mindenkinek megvan az a folyamat, amin Isten végigviszi. De nekem azt mondta, hogy az a mocsok, ami ott megy, megoldja a Szent Szellemet benned, és így volt. És tudtam, hogy már szabad időmben se csinálom, még csak egy filmet nézek, csak egy sorozat. Már ezzel is baj van, és ez volt bennem, ez volt a szívembe. Vagy tudom, hogy le kellett tenni például egy lányt, mert nem Istentől volt. Nekem ez egy baromi nehéz dolog volt. Vagy el le kellett tenni szolgálatot azért, mert Isten másba akart továbbvinni, de az a szolgálat, azt éreztem, hogy azt nem tudom elengedni. És ilyen küzdelmekben te is, meg én is vagyok. És az az igazság, hogy hiába próbálod te ezeket agyból meghozni, nem tudom, tegyétek már fel a kezeteket, hogy van olyan, aki már volt, hogy eldöntötte, és utána 10-szer visszament hozzá? Ez megnyugodtam, hogy nem én vagyok egyedül. Nektek is van bennetek szégyen, kárhoztatás ezek után? Nem? És utána azt hiszed, hogy te vagy a legrosszabb ember a világon, mert a sátán még ezt itt tolja is neked. És Isten elkezdett megtanítani, hogy Áron, nem azzal van a probléma, hogy meg akarsz változni. Az nagyon jó, legyen ez a fejedben, legyen ez az akaratod. De várd meg, könyörök hozzám, hogy hozzam el a Szent Szellemnek azt az érintését, amikor tudsz mellettem dönteni. Amikor a szíved akaratát meghívom az én szellemem által, és együtt fogsz velem dönteni, és lesz változás. És le tudtam tenni a Netflixet, tudjátok hogy? A szombat öt táborban, amikor Ádám prédikált, és a térdeimen voltam, Isten szólt a szellemen keresztül, hogy Áron most van itt, nem fog beleférni. Vagy leteszed, vagy meg fogja oltani az életedet. És tudjátok, a térdeimen voltam, sírtam, meghívott a Szent Szellem,
és ott tudtam szívből dönteni. Nem az volt, hogy nem kellett hazamennem, és szívás volt letörölni, de ott tudtam, hogy innentől kezdve ellen tudok állni. És ugyanígy ez lehet egy lány, ez lehet bármi az életedben, de arra bátorítalak, hogy ne emberi erővel próbálj meg megváltozni, hanem kezdj el Isten szellemével együttműködni az életedben. Ezért van a segítő, ő a pártfogó, azért van melléd rendelve, hogy az ilyen dolgokba segítsen. Azért van, és ezt szeretné Isten ránk bízni, és hiszem, hogy rátok is, és nem tudom, hogy kinek mit kell letennie, de ha a Szent Szellem most meghív minket, hiszem, hogy le fogjuk tudni tenni, és fogunk győzelmet aratni ezek felől. De figyeljetek, onnan kezdődik, hogy lerakod az életedet. Ha nem rakjuk le az életünket, ha nem adjuk át Istennek a kezébe, akkor ez nem fog menni. És egy dolog, amit szeretnék rátok bízni még így a vége felé, hogy mostanában én a példázatoknál vagyok, most az Új Szövetségen megyek végig, így a négyen egyszerre, vagy a négy evangéliumon egyszerre, és most a példázatokat veszem már egy ideje. És rengeteg ilyen magos példázat van. Tudjátok, hogy jön a magvető, és akkor amúgy sok van, én már nem is emlékeztem, hogy ennyi van, most jó újra átmenni rajta. És van egy dolog, ami engem nagyon elkezdett bátorítani. Tudjátok, az van, hogy miközben éljük a hívő életünket, Isten azt mondja, hogy felkészít minket a vele való találkozásra, és szentségbe hív, és megtisztít minket, és azt akarja, hogy minden ilyen dolgot le tudjunk rakni azért, hogy vele tudjunk járni, hogy őt tudjuk minél jobban dicsőíteni, hogy az ő erejével tudjunk járni. És teljesen normális az, hogyha egyszer megtértél, utána még Isten mutat különböző területeket az életeden, ahol még bálványok vannak. Ahol még nem Isten van a trónon, hanem te vagy a trónon. Vagy a világ gondolkodása, vagy másoknak az elvárásai. Ez normális. És Isten az van, hogy meghív minket, és visz egy ilyen útra. És lehet az, hogy sokszor azt érzed, hogy én ez nagyon kevés vagyok. Tudom, hogy vannak olyan helyzetek, olyan problémák az életetekben, amik komoly dolgok. Amikből nem egyszerű megváltozni. Amiből nem egyszerű meggyógyulni, megszabadulni. De van egy dolog, ami viszont benned és bennem él. Mert amikor megtérünk, amikor megfordulunk, amikor lerakjuk a gondolatainkat, és elkezdjük Jézust követni, megvalljuk a bűneinket, mert az Úr Jézus azért ment föl a keresztre, hogy kifizesse a bűneidnek az árát, és az ő vére elég fizetség volt a te bűneidre, és hiszed, hogy Jézus Krisztus nem csak meghalt érted, hanem feltámadott a halálból, és legyőzte a halált, és egy új életre hívott el téged, ha ez valójában megtörténik az életedben, akkor újjászületsz. És azt mondja a Biblia, hogy egy romolhatatlan mag lesz benned. Olyan mag lesz benned, amit a magvető szór, de ez a magvető az Isten. És hogyha benned el van táplálva egy mag, akkor az győzelem. Tudjátok, hogy miért? Mert a magvető szórja a magot. És abban a magban ott van az élet. És hogyha az a mag a földbe esik, akkor az magától elkezd sarjadni, elkezd szárba szökkenni, és el fog kezdeni gyümölcsöt hozni. És a jó hírem az, hogy a változás az életedben nem a te erőd, hanem a Jézus Krisztus ereje, győzelme és a feltámadásból ugyanaz a szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy már belekeseredtél, már kiáltottál, mint az az ember az életedben, hogy hozz változást, nem tudok kijönni, de a jó hírem az, hogy tarts ki, hogy tedd le Isten elé azt a dolgot, és kérdezd meg, hogy kell hátra lépnem? Lehet, hogy meg kell térnem? Lehet, hogy el kell engednem először, le kell raknom a kezedbe? Uram, ezt!
És amikor Jézus azt mondja, hogy de igen, ki akarlak hozni, meg akarlak gyógyítani, akarok neked újat adni, át akarom törni ezt a helyzetet, akkor az, ami a Jézus Krisztusnak az ereje, az el fog kezdeni működni az életedben. És abban a hitben lehetsz, hogy mindegy, hogy milyen problémáim vannak. Mindegy, hogy alkoholista vagy, hogy pornográfia függő, hogy kapcsolatmániás, hogy szeretetéhes, hogy elutasított, hogy mocskos, bármi, mindegy, hogy mibe vagy, mindegy, mennyire lehetetlen a helyzeted, az Úr Jézus Krisztus ereje, az a maga, ami el van benned rejtett, életet fog hozni. És ha újra és újra meg fogod alázni magad, és azt mondod, hogy Uram, meg akarok térni, veled akarok járni, akkor az Úr Jézus ereje újra és újra a Szent Szellem által meg fogsz tudni térni, meg fogsz tudni szabadulni, és meg fogsz tudni gyógyulni. És nem a te erődből. Mindegy, hányszor buktál el. Mindegy, mennyiszer rontottad el. A Jézus Krisztus ereje fog téged győzelemről győzelemre vinni. De ahhoz meg kell aláznod magad, meg kell térned, és az ő erejéből kell ezt csinálnod. És a jó hírem az, hogy tudjátok, én minél inkább többet járok az Úr Jézussal, annál inkább rájövök, hogy én mennyire kevés vagyok, és hogy mennyire néha lehetetlen az az emberi természet, amit még úgy rakosgatok lefelé. De van egy nagyon jó ígérete az Úr Jézusnak. Azt mondja, hogy egy mustármag. Van egy mustármag, és tudjátok, miért jó a mustármag? Mert a legkisebb mag. Jézus nem azt várja tőled, hogy óriási hited legyen. Jézus nem azt várja, hogy mindent értsél már. Jézus nem azt várja tőled, hogy mindent meg tudjál tenni, hogy kész legyél rá, hanem azt mondja, hogy legyen egy mustármagnyi hited. Legyen benned az az alázat, az a önmegtagadás, és az a hit, ami kinyúl az élő Istenért. Aki nem magában bízik, hanem az élő Istenben. És ez a jó hírem számotokra, hogy mindegy, hogy hány ezer ember van körülötted, vagy nincsen. Mindegy, hogy mivel kiáltasz az Úr Jézus Krisztusról. Ő a győztes. Ő a király. És ő van mögötted. Ha hagyod, hogy ő beszéljen, ha hagyod, hogy ő irányítson, ha nem te tolod végre a taligát, hanem te üsz bele a taligába, és Jézustól téged, akkor ott győzelem van. Ott előrelépés van. És az van most bennem, hogy csendesedjünk most el. Teljes mértékben hiszünk abban, hogy Isten szól hozzád és hozzám. És hiszem, hogy Isten szelleme itt van közöttünk, és esetleg lehet, hogy úgy vagy itt, hogy még soha nem adtad át az életedet Krisztusnak, vagy nem vagy benne biztos. Akkor figyelj most Istenre. Figyelj most, hogy híve téged. Figyelj most arra, hogy ma van-e a napja annak, hogy leragd az életed, a gondolkodásodat, a saját életviteledet, ahogy eddig csináltad, ahogyan eddig küzdöttél, ahogy az emberi erődet csináltad, ahogy eddig gondolkoztál, hogy mikor lesz jó életed, mikor lesz teljes életed. Ha ezt le akarod hagyni, akkor le akarod tenni, akkor ezt mondd el Istennek. És tudom, hogy mindnyájan vagyunk úgy, hogy küzdünk dolgokkal, és tudom, hogy vannak olyan dolgok, amiket az Isten megmutathat az életünkbe, hogy le kell raknunk. Hogy át tudjunk neki adni. És most Balázs fog a háttérbe zenélni, én fogok imádkozni, értetek, de higgyétek el, hogy Isten nem néma. Isten hatalmasabb minden olyan dolognál, ami az életedben van. És most csak figyelj rá, hagyd, hogy a Szent Szellem, hagyd legyen most a segítőd. Hogy hadd győzzön meg esetleg most olyan dologba, amiben ő meg akar téged győzni. Hogy hadd érintse meg azt a fájdalmas területet, ahova esetleg nem engedett be. Fogok most értetek imádkozni, és utána csendben leszünk. Lesz dicsőítés, ha bármelyikünknek lesz bármilyen szava vagy imádsága, akkor fogunk imádkozni. De most csak az Úr előtt fogunk lenni csöndben.
Atyám, köszönöm, hogy te egy tökéletes Isten vagy. És köszönöm, hogy szeretsz minket. És köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy nem mindig azt adod, amit kérünk, hanem te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. És atyám, tudom, hogy vannak itt ma olyanok, akik még nem tették le az életüket a kezedbe. Lehet, hogy azt gondolták, hogy igen, de igazán soha nem adták át az irányítást neked. Atyám, kérlek, hogy a te szellemedet most áraszd ki ránk. Rád van szükségünk, atyám, ahogy énekeltük, hogy áraszd ránk a te szellemedet, atyám, nem tudunk magunktól megváltozni. Nem tudjuk átformálni az életünket, de te át tudod. Köszönöm, hogy nem vársz már csak azt, hogy megalázzuk magunkat, és te hozzád meneküljünk. Atyám, kérlek, hogy győzz meg most olyan dolgokról, amiket le kell raknunk itt az év elején, amilyen báványokat le kell rombolnunk az életünkbe, amik miatt messze maradtál a mi büszkeségünk és a saját utaink miatt, atyám. Drága Szent Szellem, kérlek, világíts be azokba a szívekbe. Köszönöm, atyám, hogy a te királyságod olyan, mint a lámpás, amit, hogyha beviszünk a szobába, az be fog világítani és meg fog mutatni. Köszönöm, hogy ez a te szeretetedből van. Köszönöm, hogy nem veszteni fogunk ezzel, hanem nyerni fogunk dolgokat. Köszönöm azt az ígéretet, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, de aki elveszti az életét, te érted, az megtalálja. Atyám, milyen megtalálásokért imádkozok most. Csak merj őszintén beszélni az Istennel. Merj feltenni azt a kérdést, hogy Uram, hova nem engedtelek be? Mi az, amit lerakjak? És nem kell semmi nagy varázsige, csak mondd azt, hogy bocsánat. Bocsánat, és megtérek, atyám. És veled akarok most menni már. Ha van ilyen, beszélgess most az atyával, most van idő. Azt érzem, hogy Isten azt mondja, hogy mert kiengedni a kezedből. Merd elengedni. Nem foglak cserben hagyni, nem fogok rosszat hozni, nem akarok neked rosszat. Ha elengedett, többet hozok az életedbe.
Atyám, én most csak azért imádkozom, hogy bocsáss meg nekem is, és nekünk is, akik itt vannak, és egyetértenek velem, amikor haragudtunk rád, amikor a saját utunkat akartuk járni, és ordibáltunk, hogy hol vagy már, hogy miért nem jössz, miért engeded meg ezt az életünkbe. Atyám, bocsásd meg, amikor a mi utunkat akartuk járni, és még mi haragudtunk rád. Atyám, bocsánatot kérek ezért. Bocsánatot kérek, amikor hagytuk, hogy, és hagytam, hogy más báványok legyenek az életemben, amikor én voltam a főnök, amikor mi irányítottunk, amikor mi diktáltuk a templót, amikor csak a talicskába ültettünk bele. Atyám, bocsánatot kérünk ezekért az időszakokért. Bocsáss meg, amikor a félelemnek figyeltünk, amikor fontosabb volt, hogy mit gondolnak körülöttünk, hogy mi az, amit ez a világ mond. Atyám, bocsáss meg ezt nekünk. Atyám, bocsáss meg, amikor hagytuk, hogy e világnak a kívánságai, ennek a világnak a dolgai elvonják a figyelmünket. Amikor fontosabb volt az, hogy mi van a karrierünkkel, mi van a családunkkal, mi van a házunkkal, mint az, hogy mi van veled, és hogy kik vagyunk benned. Atyám, bocsásd meg ezeket. Bocsáss meg, amikor akadályoztuk a munkádat, mert mi voltunk, akik irányítottak. Köszönöm, Atyám, hogy megtérhetünk ma ezekből. Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztust azért küldted el, hogy értem és értünk is meghalljon. Hogy akkor, amikor ellened mentem, amikor ellened mentünk, amikor büszkék voltunk, arra most legyen bűnbocsánat. Köszönöm, drága Úr Jézus Krisztus, hogy tudtad, hogy mennyire nem tudok hűs lenni hozzád, mennyire nem tudok mindig melletted dönteni, de a te akkor is fölmentél a keresztre. Köszönöm, hogy nem fordultál vissza. Köszönöm, hogy vállaltad a szenvedést, vállaltad a halált, vállaltad az én bűneimért is, a mi bűneinkért is. És köszönöm, hogy abban a kifolyt vérben, abban a tökéletes vérben, Atyám, most megmoshatunk, ami lemoshat minden szégyent, ami lemoshat minden kárhoztatást, minden szennyet és minden gonoszságot most az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Minden olyan vakvágányt, minden olyan emberi utat, bukásainkat. És köszönöm, hogy ez megújíthat. Köszönöm, hogy ezt most élvezhetjük. Köszönöm, hogy nincsen semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. És köszönöm, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod minden vétkünket, és megtisztítasz minket minden gonoszságtól. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kérlek, Atyám, hogy most a szellemed által mosd le minden mocskot. Mosd le a rossz döntéseinknek, a saját utunknak a mocskát. Köszönöm, hogy minden szégyent és bűntudatot az Úr Jézus Krisztus nevében megtörhetek az én életem és az én testvéreim felett most. Minden szégyen, bűntudat és mocsok az Úr Jézus Krisztus nevébe húj a porba. Húj a porba, mert a Jézus halt meg a mi bűneinkért. Ő fizette ki az árat, és nem lehetünk már ítélet alatt. Jézus Krisztus halála egyszer és mindenkorra tökéletes lett. És tökéletessé tette a szenteket. És Atyám, bocsáss meg, amikor hitetlenek voltunk a változással kapcsolatban. Amikor feladtuk azt, hogy te meg tudsz változtatni. Amikor mi akartunk változni, amikor belefáradtunk ebben a harcban, Atyám. Azért imádkozok, hogy minden ilyen csalódást, minden ilyen megfáradást most vegyél le rólunk, kérlek. Bocsáss meg, hogy magunkra tekintünk annyira sokszor. És Atyám, most csak felemeljük a mi szemünket te rád, az Úr Jézus Krisztus halálára. Arra, hogy nem csak meghalt, hanem győzött.
és hogy az a szellem, akit ő feltámasztotta a halálból, aki kihozta a halál fogságából, aki kihozta a lehetetlen helyről, az ma bennünk él. Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy te itt élsz bennem és bennünk. Köszönöm, hogy ez az erővel meg fogunk tudni változni. Le fogjuk tenni a dolgainkat, téged fogunk követni. Le tudjuk tenni a 10 éves dolgainkat, meg tudunk változni. Le fognak esni a láncok, meg fogunk tudni gyógyulni. És atyám, gerjesz hitet most, hozz reményt a mi szívünkbe. Hozz reményt a mi szívünkbe, és atyám, minden olyan dolog, minden némaság, minden süketség, minden vakság, ami a bávány imádásból az életünkön maradt volna, azt most az Úr Jézus Krisztus nevében megtöröm. Megtörök minden süketséget. És atyám, akik most hívtak be az életükbe először téged, azok kérlek, hogy most szüld újjá az ő szellemüket. Kérlek, hozd most valódi újjászületést, azt a romolhatatlan magot most a szívekbe, atyám, rejtsd el, szórd be a földbe, és most hajtson ki, atyám, azért imádkozom, hogy az az új élet, az életnek a szelleme ragyogjon fel most bennünk. Drága Szent Szellem, kérlek, hogy most töltsd be minket, kérlek, hogy az az élet újuljon meg bennünk. Kérlek, hogy te hozz most egy új, friss hitet. Te vegyél le minden megfáradást, minden fáradást, minden messzeséget. Most csak szakíts le minden gátat az Úr Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy van jogunk bemenni az Atyához. Köszönöm, hogy ahogy Jézus teste meghasadt, a kárpit ketté hasadt, és jogunk van bemenni az Atyához. És ahogy most visszatértünk hozzá, Atyám, be fogunk menni a te jelenlétedbe. Téged fogunk imádni, és köszönöm, Atyám, hogy kérhetjük, hogy áraszt ki a te szellemedet. Az élő vizeknek a folyamáért imádkozom, hogy ahol szárasság volt, ahol reménytelenség volt, ahol a rossz dolgok voltak, atyám, kérlek, hogy most ki azt a szívünkből. Drága Szent Szellem, kérlek, hogy érintsd meg a mi legbensőbb részünket, és gerjeszt föl az élő vizeknek a folyamait. Azt az életet, ami az örökségünk az Úr Jézus Krisztusban, ami most friss reményt tud hozni, ami előrelépést fog hozni az életünkbe. Köszönöm, atyám, hogy ez az örökségünk. Köszönöm, hogy a győzelem és nem a bukás az örökségünk. És köszönöm, hogy nem egyedül fogjuk csinálni, hanem veled fogunk harcolni. És te fogsz győzelemre vinni. Te fogod áttörni a lehetetlen gátakat, és te fogod Jerikó falát a földdel egyenlővé tenni. Köszönöm, hogy mindegy, hogy milyen vastag az a fal. Mindegy, hogy nem lehet megkerülni, nem lehet átugrani. Te le fogod törni, és a porba fog hullani most az Úr Jézus nevében. Atyám, imádkozok azért is, hogy minden olyan gondolati megkötöttség, minden olyan zavarodás, minden vallásosság, vagy minden emberi elmének az uralkodása, az most törjön meg az Úr Jézus nevében. Hogy felszabaduljunk, hogy megmerjük nyitni magunkat előtted, hogy merjük elengedni a betanultat, a megtanultat abban, amiben fölnőttünk, és hogy tudjál újat hozni. Atyám, új utakért imádkozok a hitünkben, a veled való közösségünkben. Atyám, azért imádkozom, hogy ahogy elmegyünk, ez az új élet bejöjjön a mi csendességünkbe, bejöjjön a hétköznapjainkba, bejöjjön a veled töltött időnkbe, és atyám, valóban tudjunk ragyogni. Hagy lehessünk az, amire elhívtál minket. Hagy lehessünk hegyen épült város. Hagy lehessünk megint tündöklőek, atyám. Köszönöm, hogy ez a te munkád. Köszönöm, hogy nem magunkra kell nézni. Nem a sok éves bénázásunkra, hanem nézhetünk rád. Nézhetünk rád. Dicsérlek most téged, atyám. És dicsérünk téged. Köszönöm, hogy te élsz, és nem egy halott Istent imádunk, nem egy messze lévő Istent imádunk, hanem olyan Istent, aki közel van, és most itt van közöttünk. Az van a szívünkön, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél most imád kérni, a megszorítások miatt, csak azt kérlek, hogy tedd fel a kezed. Maradjon csukva a szemed, és tedd fel a kezed. Ha szeretnéd, hogy valaki imádkozzon, érted? Itt vannak a srácok, messziről csak melléd fognak állni, és fognak érted imádkozni. Ha van valaki, szeretné, hogy imádkozzanak érte, azt tegye fel a kezét. Nyugodtan maradjon csukva a szemetek, maradjunk Isten jelenlétében, és kérlek,
fiúk, akik itt vagytok, maszkba menjetek, jó? És csak álljunk melléjük, és tartsuk a távolságot, de csak imádkozzunk. Hogy menni fogunk tovább a dicsőítésbe, csak figyeljetek Istenre, figyeljetek a szövegre, és ahogy neki énekeltek, merjetek megállni, merjetek csak előtte lenni, és figyelni, hogy mit mond most nektek, mivel akar bátorítani, mivel akar felemelni titeket. Itt van Isten jelenléte is. Csak Zoli azt kaptam még az előbb, hogy van, aki fél tőle, van, aki fél, hogy nem fogja hallani. Atyám, csak imádkozok azokért, akik félnek ettől. Vagy nehezen adják át magukat, hogy félnek, hogy ők nem is fogják hallani, vagy el se hiszik. Atyám, most hitet kérek az Úr Jézus Krisztus nevében. És minden félelemnek ellenállunk, és el kell futnotok előttünk. Meglátod őt, aki szeret. Meglátod.
Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha még csak online vagytok a Szombatötnek a közösségünknek a tagjai, akkor is tudjátok, hogy imádkozunk értetek, de várunk benneteket nagyon sok szeretettel, hogy személyesen is megismerjük egymást. A Veselényi utcai baptista gyülekezetben vannak az alkalmaink, szombaton 2 hetente. Erről mindig kaptok felvilágosítást, ha a Facebookon vagy az Instagramon követtek bennünket, úgyhogy nagyon várunk benneteket, imádkozunk értetek, és remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozunk 2 hét múlva szombaton. Sziasztok!